Dugig játékokkal a gyerekszoba. Jelenleg három gyermek, két kisfiú és egy kislány nevelkedik ebben a Gyáva Vencsellői házban. A házaspár három saját gyermeke már kirepült a családi fészekből, de már akkor voltak nevelt gyermekeik, amikor ők még velük éltek. 20 éve vállalták ezt a hivatást, azóta 23 nevelt gyermeknek biztosítottak ideiglenes otthont. Közülük 20-at már örökbe is adtak, és többükkel a mai napig tartják a kapcsolatot. Nekünk ezek a gyerekek ugyanolyan, mint a sajátunk, ugyanolyan iskolási. Mint a házaspár női tagja fogalmazott, minden gyermekük elfogadta egymást, a sajátok is a nevelteket, hiszen ebben nőttek fel. A kicsik hamar összeszoknak, nem volt még rossz tapasztalatuk. A kapcsolatból pedig mind a nevelőszülők, mind a gyerekek profitálnak. Szerintem családban élni a legjobb. Ez a legszuperebb szerintem egy gyermeknek, hogyha már ugye nem úgy sikerült az élet, hogy a vér szerinti szülővel. De ez szerintem a legjobb. Mi pedig nagyon szeretjük őket. Én számomra ez, hogy nevel gyermekeket családban, együtt nevelhetjük. Ettől szerintem jobb nem is lehet. Így egészséges. Nevelt gyermekeik általában másfél-két éves korukban kerülnek el tőlük. Szabály szerint az elválás és a beilleszkedés az új örökbefogadó családban egészen fiatal korban könnyebb. A családhoz kedden a szociális ügyekért felelős államtitkár látogatott el, aki ajándékot is hozott magával. A házaspárnak is beszélt arról a parlament előtt lévő törvényjavaslatról, ami várhatóan júniusi elfogadását követően jelentősen megkönnyíti és gyorsítja majd az örökbefogadás folyamatát. Egyrészt egyszerűsítik, rövidítik az eljárási szabályokat, több jogosultságuk és lehetőségük lesz az örökbefogadni szándékozóknak. Például 10 nap mentességet kapnak a munkavégzés alól, amikor a gyermekkel megismerkednek, valamint egyéb változások is segítik a folyamatot. Például itt a képzés kapcsán, a örökbefogadói tanfolyam kapcsán, ami szóba került, eddig az örökbefogadói tanfolyam az mindenki számára kötelező volt, és mindenkinek fizetni kellett érte. Ez azt jelenti, hogy egy pár átlagosan 140 ezer forintot fizetett ezért. Mostantól ez ingyenes lesz, tehát nem kell érte fizetni, és szabadon eldöntheti az, aki örökbefogadni szeretne egy gyermeket, hogy elvégzi a tanfolyamot vagy nem. Egész egyszerűen azért, mert nincs okunk feltételezni, hogy aki egy gyermek örökbefogadásáról felelősen tud dönteni, az ne tudná eldönteni, hogy egy 2 hétvégén tartó tanfolyamra szüksége van-e vagy nem. Sok olyan helyzet van ugyanis, ami nem feltétlenül igényli ezt, tette hozzá a politikus. Évente idehaza mintegy 1000 gyermeket fogadnak örökbe, akiknek 2/3 a gyermekvédelem rendszeréből kerül ki. Szabolcs-Szatmár-Berek megyében 3000 kiskorú van a gyermekvédelmi gondoskodásban, gyermekvédelmi rendszerében. Ennek több mint 70-75%-a nevelőszülők van, szerencsére. És 12 éven aluliak természetesen nem kerülnek lakásotthoni rendszerbe. Több mint 10%-a örökbefogadható státuszú. És a tavalyi évben, 2019-ben 113 sikeres örökbefogadásunk volt. Megyénkben 2014 a gyermekvédelmi gyámság bevezetése óta folyamatosan növekvő tendenciát mutat az örökbefogadások száma. A szakember ugyanakkor megjegyezte, az örökbefogadó szülők gyakran idealisztikus elvárásait mindig egyeztetni kell a gyermekek helyzetével, ami meghosszabbíthatja a folyamatot. Hozzátette, a teljes elfogadás lenne mindennek az alapja, ami szavai szerint a gyermekek részéről megvan, a szülők ugyanakkor gyakran szeretnének minél tökéletesebb gyermeket örökbefogadni.